Sziasztok, lányok! Ma már pénteken délelőtt van, és nekiállok a második kávémnak. Az a helyzet, hogy hány óra is van? Olyan 9:30, 3:40 körül, és egész eddig tanultunk. Ugye előző héten már nem volt a nagyfiam iskolába, és most a héten is csak hétfő, kedszerda, de kedden is elhoztuk, mert ugye személyzetre mentünk, úgyhogy nagyon sok tanulnivaló van, és így visszajöttek a régi emlékeim, hogy én mennyire nem szerettem tanulni, hogy soha nem voltam jó tanuló, én mindig ilyen nyögvenyelősen tanultam, soha nem élveztem a tanulást, hogy így cakompak az iskolás dolgokat így nem szerettem, én nem szerettem tanulni, nemhogy egy tantárgyat nem szerettem, hanem így globál, és valahol ez így visszatükröződik, és azt hittem mindig, hogy a szüleim, vagy nagyszüleim leültek velem tanulni, és akkor csak így cseszegettek, hogy csináld már, tényleg nem érted, és én nem értettem, és nem is érdekelt, és most, hogy a fiammal kell tanulni, most így, mi az? Direkt bejöttem a Hello Szobánk legsarkába, legeldugottabb zugába, hogy egy pár percet tudjak veletek beszélgetni, de hát ez a kis maci úgyis szétrólkodja ma is a bejelentkezést, szóval ja, nem vagyok túl nagy ilyen tanítómester, főleg, hogy itt teljesen másképp tanulnak, és máshogy is, és olyan fura betűket, ahogy mutattam is nektek valamelyik vlogban. Mizu, jössz beköszönni te is a csajoknak. Na, gyere! És miért vagy te télapó? Nem télapó vagyok. Hát mi? Vadász. Vadász vagy? Uh-huh. Jaj, de jó. De vadászom, miért van télapó, Sapi? Mert mintam olyan téti van, annak csak el, amikben olyan téna. Ja, aha, értem, jó. Ja, és nézzétek el, hogy a gyerekeim, ez főleg a kicsi, szerintem 4-5 napja nem lehet levenni róla ezt a rucit, max annyira, hogy kiablítsük, ugye? Igen. És ugyanígy veszi vissza, ebbe alszik, ebbe van egész nap. Ezeket így teljesen elengedem már, hogy jó, oké. Okay. Sziasztok! Na de a mai nap mit is fogtok látni ebbe a videóba? Amúgy ahhoz képest az elején mennyire végig stresszeltem, hogy úristen, milyen tartalmat fogok én kitenni így minden nap, úgyhogy nem akartam, szándékosan nem vettem előre fel semmit, és szándékosan nem tartok egy olyan napot, hogy videózok, hanem mindig az aktuális napot, és most már itt tök jól el tudtam engedni, és ilyen a napunk része lett, viszont arra az egyre figyelek, hogy a videóvágást ne hagyjam estére. Ne csörögjem, mert akkor nem hallják a lányok, hogy mit mondok. Hogy a videóvágást ne hagyjam estére, mert hogyha estére hagyom, ne... Tegnap előtt is gyakorlatilag légy szíves, ne csörögj, mert akkor nem hallják, hogy mit mondok, jó? Majd, ha befejeztem. Jó? De mostál. Légy szíves, macikám. Akkor fuss át ilyen nappaliba, és ott csörögjél, jó? Nem fejelni. Akkor itt meg nem. Na, szóval, hogyha estére hagyom a videóvágást, akkor altatás után gyakorlatilag a férjemmel semmi időnk nincs egymásra, mert a videóvágása mondjuk tegnap előtt, mikor estére hagytam, olyan 8:30-kor elkezdtem, és éjfélig, 12:45-ig videót vágtam, és oké, megnéztünk úgy egy filmet, hogy nekem be volt dugva a fülem, és fülhallgatóval nekiálltam, és... Megnézheted. És vágtam a videót, de ennek így nincs sok értelme, szóval mindig megpróbálom úgy, hogy délutánunkba belecsúszson az, hogy igenis meg tudjam vágni a videót, hogy estére már ez ne kelljen, mert azt nem szeretem, viszont tök jól elengedtem, hogy oké, és akkor ez ilyen, mi van most, mutasd meg, hogy kell cukin nézni. Hogy kell durcissan nézni. Hogy kell örülni. Jaj, de szeretlek. Anna. És hogy kell anyának adni egy puszit? Jaj, de ügyes vagy. Na, szóval mit is akartam mondani, mert eltelt 4,5 perc, és még nem mondtam el, hogy mi lesz. Anyám, megyünk az általában. Keresztanyú dolgozik. Holnap találkozunk vele, jó?
Szóval a mai videóban elmegyünk végre a lányomnak is az overalljáért, és akkor úgy döntöttem, hogy a mai videónak az egyik fő témája az volt, hogy használtam, vettem ugye 2 overallt most a 2 nagy gyerkőcömnek, és azt csomagba szeretném igazából kibontani itt előttetek. A nagyfiamé megvan, azt kimostam, rendbe tettem, de meg fogom nektek mutatni egy kicsit később, hogy ez is milyen, és elmondom, hogy így használtam, mik az előnyök, mik a hátrányok, mennyi az a különbség árba, amit lehet vele nyerni, vagy éppen veszíteni. Mindjárt összeszedem a gyerekeket, folytatjuk a nagyfiammal a tanulást, a lányom éppen színez, és hogyha azzal megvagyunk, akkor átmegyünk a faxpost automatához, és kivesszük a csomagot, és akkor utána egybe megmutatom nektek, illetve el kell mennem tankolni, mert az autó most már reklamál, hogy bizony jó lenne, ha megetetnél, úgyhogy ezek a mai tervek, csajok. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velünk. Mondjad. Te majd oda. Majd elmegyünk a van, és ide bújtam a napocska elől, és még így is van egy kis árnyék rajtam. Szóval jövök, és megmutatom, elmesélem, hogy miért vettem használtan overallokat, és miért overallokat. Ugye a nagyobb gyerkőcöknek már nagyon sokan mondják, hogy ezt a síi ruhát szoktak venni, hogy külön nadrág, és külön kabát. És ugyan külön kabátjuk mindegyik őknek van, de a sióverállókat nem szeretik. Egyszerűen nekem mondják a gyerekek, hogy sokkal jobb volt, amíg overállók voltak, és ebben a méretben már baromi nehéz beszerezni, és amiket megláttam, például a Sportissimo-ban jó múltkor megnéztük, az a gyerek overall ilyen 80 euró volt. Szóval az, hogy én mondjuk adjak egy overallért ilyen 25-30 ezer forintot, az... Hát nem azt mondom, hogy teljesen kizárt, de én feleslegesnek tartom. Szóval elkezdtem keresgélni először itt helyi csoportokban, meg megnéztem Turiba, de nem találtam. Tavaly vettem ezt Nathannak. Ezt egy Turiba vettem 8 euróért, azt hiszem, azaz 2500 forintért. Ez Lidl-s, viszont a Lidl-ben is vannak olyan overallok, amik teljesen más. Még a lányomé el van téve, hogy jövőre jó lesz néninek. Sőt, ez most is jó, ebből 2 volt a fiamnak is, meg lányomnak is. Szóval 98-104-es méret, viszont ez egy kicsit olyan kötöttebb anyag, hogy olyan durvább vagy, hogy mondjam. Ez Lidl-s, és hát a Lidl-sak se túl drágák, ez is 98-104-es. Ezt még nem használta a Nathan, hogyha esetleg az óviba összekoszolná, és nem mosnám ki, de az a helyzet, hogy én fölöslegesnek tartok 2 ilyen ruhadarabot itthon tartani bármelyik gyereknek, mert hazajönnek, ha bármi koszos, beteszek egy öblítést, ami 20 perc, beteszem a szárítógépbe, és 1 óra alatt tisztán ott van, és nem foglalja a helyet. Szóval azt csak megtartottam. Nagyon cukik voltak, még kicsik voltak a nagyobb gyerkőcém, addig ugyanolyanban voltak, és abból volt 2, egyiket most már odaadtuk unokatesóméknak. Szóval néni ezt hordja, én ezt nagyon szeretem, mert nem olyan macis benne, hogy nem tud menni. És ezt is viszonylag olcsón vettem, bár amúgy ilyen a 122-es méretig, vagy 116-ig inkább, tökéletesen tudok venni reális áron ilyen Lidl-be, viszont a fölött nem.
Na és akkor elkezdtem keresgélni először a lányomnak, és ami fontos volt az az, hogy olyan színeket választunk, hogy mindegyik gyerek tudja majd utána hordani. Szóval a nagyfiam, amit kinől, az tudja majd hordani a lányom. Szóval szürke, drap, sötétkék, világoskék. A lányom még szereti nagyon azt is, hogyha valami kék és ilyen rózsaszín kiegészítőkkel, szóval ő nem olyan válogatós, és mondjuk rá rózsaszín nem adnék egy fiúra, de kéket simán ráadok egy lányra. Főleg, hogy ő alapjába véve szereti is a kéket, és ilyen világos kék csizmát is választott. Szóval ezt tavaly vettem, idén a kicsinek nem kellett venni, van itt kettő, még azt is soknak tartom. Aztán a nagyfiamnak, hát amúgy fölállok, és megmutatom, ez majdnem akkora, mint én. Látjátok? Haha. Amúgy elgondolkoztam idén azon, hogy magamnak is veszek ilyen overallt, mert mennyivel egyszerűbb lenne néha a pizsamámra így felhúzni és tök király. Szóval ezt úgy vettem, hogy jövőre jó lesz a lányomnak is. 9000 forint volt, szóval 25 euró, és ide beteszek nektek egy képet, hogy újonnan ilyen 45 euró körül van, szóval fele áron megvettem. Egy Pesten egy anyuka írt rám, én kitettem az egyik ilyen anyukás csoportba, amit nagyon szeretek, hogy ajánljanak olyan helyeket, ahonnan tudok venni olcsóbban overallt, mint mondjuk rá ilyen 20 000 forint. Szóval azt mondtam, hogy max. ilyen 13-14 000 forint, amit rá tudok szállni egy-egy gyereknek, egy-egy overallra. És nem volt már a színszélyen, nem volt Lidl-shopon, meg ilyen helyeken már full ki volt fogyva. És akkor az egyik csajsz írt rám, hogy van egy H&M-es overallja, 134-es, és alig használtam. Hát ez volt leszakadva róla, ezt tegnap megvartam. Itt ez a kis akasztó, itt láthatjátok. Emellett tényleg nem volt nagyon használva, át kellett mosni, mert egy kicsit koszos volt, viszont tök örültem, hogy ennek olyan a színe, hogy jövőre a lányom is simán tudja használni. Amúgy sötétkék, csak itt a fények azok olyan furák, hogy néha ilyen úgy mutatja, mint hogyha koszos lenne, pedig nem az, azonnal átmostam. És akkor ma, amit a lányomnak végre idejét, ja, és ott az anyuka nagyon aranyos volt, mert nem akarta postázni, meg nem akartam már még a 9000 forint fölött postát fizetni egy használt overallért, így megoldotta, hogy bevitte Pesten egy bevásárlóközpontba, Ildikó megment a lányához Pestre, és ő elhozta nekem, így az úti költséget nem kellett fizetni. Aztán a lányomnak az szintén ugyanabból a csoportból egy anyuka ajánlotta, hogy ő megvette a színszéből, és 7000 forint volt a színszében, mint látjátok, ez vadi új, tényleg, ez abszolút nem volt használva. Hát ugyan van egy ilyen kis csillag, és ilyen kék. Hát nem egy tipikus lányos szín, de a lányomnak tetszik, úgyhogy... És ami nem utolsó, hogy ez baromi meleg, hogy ez végig bundás. Ennek még itt az alja, és általában az overalloknak csak itt a felső része szokott bundás lenni, ez viszont végig. Itt ilyen bunda van, itt fölül pedig ilyen. És én ezt vettem 5500 forintért adta, viszont ugye ott meg fax posta költséget kellett fizetnem, úgyhogy nagyjából ugyanannyi, mint hogyha újonnan megvettem volna, vagy megrendeltem volna a színszínből, de ott nem volt. Szóval méretbe is jó lett meg szerintem, kinézetre is tök jó, mondjuk, és ugye jövőre, vagy 2-3 év múlva meg nininek tökéletes lesz, és én ebből nem csinálok problémát, én megmondom őszintén, hogy 3 gyerek mellett tök szeretek olyan dolgokat venni, akár ilyen cipőkbe, vagy bármi ilyesmi dologba, hogy egyik a másik után tudja használni, hogyha arányaiba és állapotjába is jó. Úgyhogy ja, ez volt a kis overall sztorink, én nagyon örülök, hogy mind a háromnak sikerült venni. A lányom kimondottan mondta, hogy ő nem akar sínadrágot, mert azt macera fölvenni, az állandóan lecsúszik, nem ilyen, nem olyan, nem jó, úgyhogy szerettem volna mindenképpen neki ilyen overallos cuccot venni, és örülök, hogy sikerült, és reális áron. Na, most, hogy ezt elmeséltem, most már nincsen más hátra, mint hogy gyakorlatilag a mai videónak ennyi volt a lényeg, hogy végre megvan mind a 3 overall, és meg akartam mutatni. És most, amíg a gyerekeim alszanak, addig nekiállok és megvágom ezt a videót, hogy holnapra ki tudjon kerülni nektek, mert holnap egy kicsit izgalmasabb napom lesz, holnap biztos, hogy éjjel fogok csak videót vágni, mert a napunk az
az egy kicsit ilyen pörgősebbre fog sikerülni, és most már egész jól vannak a gyerekek, legalábbis most már nem olyan vészes se a köhögés. Nagyon sokat segített ez a Pamikoin, ilyen antibiotikumos orsz, hát orrcsepp igazából nekik. Úgyhogy a holnapi napnak a poénját nem lövöm le, de találkozunk holnap. Sziasztok! Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday.